Nos, van az úgy, hogy így ébred az ember. Ilyenkor bizony szükség van egy kis ébresztő trükközésre. Ha érdekel, hogy hogy ébredek fel szuper gyorsan, tarts velem! Elsőként a leginkább fáradtságról árulkodó résszel, a szemkörnyéken felfrissítésével kezdem, a narancslével és hialuronsavval gazdagított Garnier Textil Maskot választottam ki a szemem alá, ami szépen energetizálja és frissíti ezt a területet. Nagyon egyszerű a felhelyezése, ahogy láthatjátok, szépen felsimítom, és kész is. A 15 perces hatóidőt pedig egy kis relaxálással töltöm, egy jó könyv, egy kis zöld tea a társaságában, ami ugye kimondottan frissítő hatású, és már is kicsit éberebben látom a világot. Szerintem ezért megéri negyed órával előbb kelni. Utána csak egyszerűen leveszem a maszkokat, és bemasszírozom a bőrömön maradt töbletet. Isten ilyen frissít! Ezután egy szuper gyors 5, azaz 5 perces ragyogós minket dobok fel. Eloszlatok egy ragyogást adó könnyed alapot az arcomon, akár kézzel vagy szivacssal, ahogy éppen kényelmesebb. A T-zónát egy finom réteg púderrel fixálom, a többi részt nem, mert szeretném meghagyni a szép bőrfényt. A szemöldökömet csupán átfésülöm egy színezett szemöldök zselével. Az alsó vízvonalra felviszek egy fényes, rózsaszínes szemceruzát. A szemhéjomra csak egy kis highlight kerül, ezt is újjal viszem fel az egyszerűség és gyorsaság jegyében. Ha már ugye kéznél van a highlight, akkor az arccsontomra is teszek belőle. Úgy, de gyönyörű, imádom! És az ajkaim fölé is egy cseppet. Ezután vissza a szemekhez, egy kis szempilla spirállal be is fejezem a szemsminket. Az almácskákra egy krémes, rózsaszín pír kerül, végezetül pedig egy kis színezett ajakápoló a számra, és kész is. Nos, remélem tetszett, illetve hasznosnak találtátok a tippjeim. Találkozunk hamarosan a következő videómban. Addig is sziasztok!